Morning, everyone. Jó reggelt mindenkinek. Hope you had a good night's sleep. Remélem, hogy jól tudtatok aludni. And today will be better weather. That's és hogy ma jobb időnk lesz. We're going to talk about the path to healing. Ma a gyógyulás útjáról fogunk beszélni. We've been talking about the problem now for quite a while. Elég régóta beszéltünk most már a problémáról. And finally, we are going to talk about the solution. És végre most a megoldásról fogunk beszélni. And I don't know if you ever have felt yourself to be like that woman in that jar. Nem tudom, hogy érezted-e magadat valahogy úgy, mint ez a nő ebben az üvegben. But that's the story of shame. Ez a szégyennek a története. You feel you cannot do anything about your situation. Úgy érzed, hogy nem tudsz semmit sem tenni a helyzeteddel. But I'm going to show you a beautiful, beautiful perspective. De egy gyönyörű szemszögöt fogok most megmutatni. And I hope that we are each prepared for that. És remélem, hogy mindannyian felkészültünk rá. Let's begin with a short word of prayer. Kezdjük meg egy rövid imával. I heard a story that most parents can probably relate to. Hallottam egy történetet, amihez talán a legtöbb szülő tud kapcsolódni, kötődni. It was about a mother who came home in the afternoon. Egy anyukáról szólt, aki délután ért haza. With her two daughters. A két lányával. Kimberly was 2 years old. Kimberly 2 éves volt. And Christina was 6 months old. És Christina 6 hónapos volt. The mother stepped out of the car when they got home. Az anyuka kilépett az autóból, amikor hazaértek. And she directly went to the mailbox. És egyenesen a postaládára. But when she returned to the car, de amikor visszaért az autóhoz, she found that Kimberly had locked herself in the car. Észrevette, hogy Kimberly bezárta magát az autóba. And the car key was also left in the car. De a kocsi kulcs is az autóban maradt. For an hour. Egy órán keresztül. The mom was trying to explain to Kimberly. Az anyuka megpróbálta megmagyarázni Kimberlynek, how to pull up the door handle. Hogy hogyan tudja felhúzni a ajtónyitót. The mother was on the verge of mental breakdown after an hour. Egy óra után az anyuka a mentális összeomlásnak a szélére került. She was crying. Sírt. Her husband was not at home. A férje nem volt otthon. And since they lived on the countryside, és mivel vidéken éltek, there were no neighbors who could really help. Nem volt szomszéd, aki segíteni tudott volna. But at last, de végül, Kimberly stood up. Kimberly felállt, and carefully opened the door. És óvatosan kinyitotta az ajtót. When she came out, amikor kijött, this is what she said. Ezt mondta. Mom, anya, do you want me to open the door? Szeretnéd, hogy kinyissem az ajtót? And what do you think the mother reacted? Mit gondoltok, az anyuka hogyan reagált? This is what I've been trying to say for a whole hour. Ezt próbáltam egy egész órán keresztül mondani. Now this story actually illustrates. Ez a történet bemutatja. The common experience of humanity. Az emberiség közös tapasztalatát. We have through our own actions. Megvannak a saját cselekedeteink. And we have locked ourselves into a certain state. És bezártuk magunkat egy bizonyos állapotba. The problem is not necessarily that we have locked ourselves into this state. A probléma nem szükségszerűen az, hogy ebben az állapotban bezártuk magunkat. The problem is that we are not open for any outside help and guidance. A probléma az, hogy nem vagyunk nyitottak külső segítségre és tanácsadásra. Just like the mother in this illustration. Úgy, ahogy az anyuka ebben az illusztrációban. So our Heavenly Father also offers guidance and help for us. Úgy, ami mennyei atyánk is ajánl nekünk segítséget és útmutatást. But the question is, de kérdés az, are we open for any help? Nyitottak-e vagyunk bármilyen segítségre? So that we can come out of the jar. Azért, hogy ki tudjunk jönni az üvegből. So that we can come out of what we have studied. Hogy ki tudjunk abból jönni, amiről tanultunk. The story of shame. A szégyen történetéből. You see, over the years, az évek folyamán, there have been 2 different responses in tackling the challenge shame poses for our existence. Két válasz alakult ki a szégyennek a kihívására, hogy azt hogyan kezeljük. You can actually divide all worldly religions az összes vallást igazából fel tudsz osztani into
two boxes. Két csoportra. Or two categories. Vagy két kategóriába. Now, of course, religions have their differences. Persze a vallások között vannak különbségek. But if we are to scale down all the religions and all the philosophies. De hogyha lebontjuk az összes vallást és filozófiát. And we take a look at how they are trying to solve the problem of shame. És megnézzük, hogy hogyan próbálják megoldani a szégyen problémáját. Then you can divide them into one group. Akkor vagy egy csoportra. And the other group. És egy másik csoportra tudod őket osztani. Now, almost every religion will end up in the first category. Szinte az összes vallás az első kategóriába fog kikötni. And only one will end up here. És csak egy fog a másikban kikötni. The fundamental problem, my friends. Az alapvető probléma, barátaim. Is that we have by some strange reason, hogy valamilyen furcsa oknál fogva, we have taken these two questions to mean the same thing. A két kérdés közé egyenlőségjelet tettünk. What am I? Két kérdés értelme közé. What hogy, am I? Hogy mi vagyok? And who am I? És hogy ki vagyok? Now we were studying these questions on the question of identity. Ezeket a kérdéseket tanulmányoztuk az identitás témában. So let us now take a look at how if you take one question. Tehát nézzük meg, hogyha az egyik kérdést fogod. And you develop a whole religious system around that question. És egy egész vallási rendszert kiépítesz ez a kérdés köré. Your identity. A te identitásod. And so on and so on. És így tovább. How you will come up with a solution to the problem of shame. Hogyan fogsz előjönni egy megoldással a szégyen problémájára? Let's take the first box, which is the biggest box. Nézzük meg az első dobozt, ami a nagyobb doboz. People develop religious systems in the light of their own experience. Az emberek vallási rendszereket építenek ki a saját tapasztalataik alapján. So you have the vicious cycle of shame. Tehát ott van a szégyennek az ördögi köre. So you have identity search. Identitáskeresés. False self. Hamis én. Hiding. Rejtőzködés. Accusing. Vádaskodás. Self-contempt. Önmegvetés. Judgmental. Elítélés. One develops a religious system in the light of this thinking. Valaki ki tud alakítani egy vallási rendszert ebben a gondolkodásban. And you are now going to base everything upon. És most már mindent. How we can be accepted by a God who is angry. Arra fogsz alapozni, hogy hogyan tud minket elfogadni egy Isten, aki mérges. And who wants to judge us. És aki el akar ítélni minket. The key question to answer in this thinking is the first one. A kulcs kérdés, hogy megválaszoljuk ezt, az az első kérdésünk. What am I? Mi vagyok? In other words, más szavakkal, our intrinsic value, ami belső értékünk, is based upon what I do. Azon alapszik, hogy mit teszek. I'm gonna say that again. Ezt még egyszer mondanom. My intrinsic value according to the first box. Az első doboz szerint az én belső értékem is based upon what I do. Azon alapul, hogy mit teszek. This means ez azt jelenti, that the problem of shame has to be solved on the behavioral level. Hogy a szégyennek a problémáját a viselkedési szinten kell megoldani. Why? Miért? Because in this thinking, mert ebben a gondolkodásban, we have chosen to value our self-esteem, úgy döntöttünk, hogy az önértékelésünket az alapján mérjük le, in the light of what we do. Hogy mit teszünk. In other words, what we más produce. Szavakkal, what we produce. Amit létrehozunk, termelünk. What we accomplish. Amit elérünk. What we succeed with. Amivel sikereket érünk el. Or what we fail with, for that matter. Vagy amivel kudarcot vallunk. That will impact our human value and self-esteem. Ez fogja befolyásolni a mi emberi értékünket és önbecsülésünket. So in this thinking, tehát ebben a gondolkodásban, the more we produce,
Minél többet termelünk, the more we accomplish, minél többet elérünk, the more we succeed, minél többre visszük, the better we are. Annál jobbak vagyunk. This kind of thinking about ourselves, ez a fajta gondolkodás magunkról, will eventually be carried out into our view of how God looks at us. Ezt végül kivisszük, kivetítjük Istenre, hogy ő hogyan néz bennünket. Our acceptance with God, az Isten általi elfogadásunk, will be based on the question, what am I? Azon fog alapulni, hogy mi vagyok. In other words, más szavakkal, what am I doing? Mit csinálok? What have I accomplished? Mit értem el? What have I succeeded with? Mi az, amit sikerült megtennem? So according to these religious systems, this box, this here, this box. Az első doboz szerint, ezek a vallási rendszerek szerint. If you want to break the vicious cycle of shame. Hogyha a szégyen ördögi körét meg akarod törni. Then you have to replace one behavior with another. Akkor az egyik viselkedést egy másik viselkedéssel kell helyettesítened. So what am I? Tehát mi vagyok? My self-esteem is based on the behavior of what I'm doing. Az én értékem azon alapul, hogy amit teszek. But this is then leading to, de ez oda vezet, to a religious system, egy olyan vallási rendszerhez, where humanity must come to God in order to be forgiven and so on and so on. Ahol az emberiség az, akinek Istenhez kell jönnie, hogy megbocsátást kapjon és így tovább. Not the other way around. És nem pedig más úton. Humanity takes the first step and second step and fifth step and so on. Az emberiség az, aki megteszi az első lépést és a második lépést és az ötödik lépést. In order to be accepted by this God. Azért, hogy az Isten őt elfogadja. So salvation in this system, tehát a megváltás ebben a rendszerben, let us call it healing, nevezzük ezt úgy, hogy mint a gyógyulás, salvation happens on the behavioral level. A megváltás a viselkedés szintjén történik. When the focus is I-centered, amikor a középpont, a fókusz az én központú, being driven by I am also afraid of the judgment of God. Amit az vezet előre, hogy én igazából félek Isten elítélésétől. We have never fallen into this system once or twice, haven't we? Még sosem estünk ebbe a rendszerbe egyszer vagy kétszer, igaz? The whole thing worsens, my friends. És az egész dolog még rosszabbá válik, barátaim. When we discover, amikor észrevesszük, that the understanding of who God is, hogy amikor meg akarjuk érteni, hogy ki Isten, has for thousands of years, több év ezredeken keresztül, it has gone through dramatic changes, especially by the Greek philosophers, drámai változásokon ment át, különösen a görög filozófusok által, who are then going to impact certain parts even of Christianity, akik aztán befolyásolják néhány részét még a kereszténységnek is. They are arguing, ők úgy érvelnek, that God exists in a cold, impassive, non-emotional state in heaven. Hogy Isten egy ilyen hideg, érzelem nélküli state in heaven. Állapotban uralkodik a mennyben. That means, ez azt jelenti, God has no emotions. Hogy Istennek nincsenek érzelmei. And he does not care about mankind really. És igazából nem is törődik az emberiséggel. Because he transcends all reality. Mert az összes valóság fölött áll. If there is to be any contact between God and man. Hogyha van bármilyen kapcsolat Isten és ember között. In this system. Ebben a rendszerben. Who is to take the first step? Ki az, akinek az első lépést meg kell tennie? We, nekünk, humans, az embereknek. And they also say that God cannot love people. És azt is mondják, hogy Isten nem tudja az embereket szeretni. And he does not even lift a finger. És még csak az ujját sem mozdítja meg. To help people and get closer to them. Azért, hogy az embereket abban megsegítse, hogy hozzá közelebb kerüljenek. Because God transcends all reality. Mivel Isten felett áll minden valóságnak. God can only accept that which is holy, beautiful and good. Isten csak azt tudja elfogadni, ami szent, gyönyörű és jó. But how will that affect the way God will view us? De ez hogyan befolyásolja azt, hogy Isten minket néz? Because we are anything but beautiful, good and holy. Mert mi minden vagyunk, csak nem a gyönyörű, a szent, meg a jó. So this view of God, tehát hogyha Istent így nézzük,
This view of God is part of many religions. Ez a nézet része nagyon-nagyon sok vallásnak. Including certain parts of Christianity. Még a kereszténység néhány részében is megtalálható. It is humanity that needs to reach and get in touch with God. Az emberiség az, akinek ki kell nyújtania és meg kell érintenie Istent. So whether we are talking about doing something to be forgiven, tehát, hogyha arról beszélünk, hogy valamit teszünk azért, hogy megbocsásson. Whipping ourselves in order to be forgiven. Önostorozók vagyunk azért, hogy megbocsásson. Even pilgrimage journeys and other things. És a zarándok utakban is ez megtalálható. These behaviors have one thing in common. Ezeknek a viselkedéseknek egy dolog a közös nevezőjük. Behave in a certain way. Viselkedj egy meghatározott módon. In order to solve the problem of shame we are all experiencing. Azért, hogy megold a szégyen problémáját, amit mindannyian megtapasztalunk. Yeah, we're gonna come to that. The question, what am I? A kérdés, hogy mi vagyok, has created an I-centered religion, egy én központú vallást hoz létre, that does not solve the problem of shame, ami nem oldja meg a szégyen problémáját, but strengthens and maintains it even stronger, hanem megerősít és fenntartja még erősebben. So therefore, my friends, we need a radical change in our approach. És ezért, barátaim, egy radikális változást kell létrehoznunk a mi megközelítésünkben. The way we view God. Az, ahogyan Istenre nézünk. And thus the way we see ourselves. És aztán, ahogy magunkra nézünk. And the way we see others. És aztán, ahogy másokra nézünk. Our understanding of who God is. Ami megértésünk arról, hogy ki is Isten. And how he relates to us. És hogy hozzánk hogyan kapcsolódik. Is crucial if we want to break the cycle. Az kiemelkedően fontos akkor, hogyha meg akarjuk törni a szégyen ciklusát. The second category. A második kategória. It's a little box. Az egy kis doboz. Not everyone has experienced this. Nem tapasztalta még meg mindenki ezt. Because breaking the cycle in this category. Mert ebben a kategóriában megtörni a rendszert. Az there, it's a complete paradigm shift az from the teljes first. Paradigma váltás az első dobozból. The Apostle Paul went so far as to say about the second box. Pál apostol olyan messzire ment, hogy azt mondta a második dobozról. That it is a foolishness to those who think according to the first category. Hogy azt mondja, hogy ez bolondság azok számára, akik az első kategória szerint gondolkodnak. But it's a power of God saved for everyone who believes. De Istennek az ereje mindazok számára, akik viszont hisznek. The idea of this second box, a második doboznak a gondolata, contradicts any human value system that has ever been created in tackling the cycle of shame. Ellentmond minden emberi értékrendszernek, amit a szégyen ciklusában hoztak létre. It's so foreign to the human heart. Annyira idegen az emberi szív számára. Because it is a total change of reality that we have accustomed ourselves to live by. Mert ez a valóságnak egy teljes megváltoztatása, amiben addig, amihez addig hozzá voltunk szokva. However, noha, when we see the beauty of the second box, amikor a második doboznak a gyönyörűségét látjuk, and the solution it gives, és a megoldást, amit ez ajánl, it melts the heart, megolvasztja a szívet, because we realize that is what we have been created for. Mert felismerjük, hogy ez az, amire meg lettünk teremtve. If we want to understand, ha szeretnénk megérteni, how we can break the vicious cycle of shame, hogy hogyan törhetünk ki a szégyen ördögi köréből, we must first understand how mankind fell into shame, akkor először meg kell értenünk, hogy az emberiség hogyan esett bele a szégyen körébe, that unfolds daily in many people's lives today. Ami megjelenik naponta sok ember életében. If we can understand the cause, ha meg tudjuk érteni az okot, we will see the solution. Akkor látni fogjuk a megoldást is. Can I be excited for you? Izgatott lehetek, értetek? This is exciting. Ez annyira izgalmas. If you have your Bibles, ha itt van a Bibliátok, go with me to Genesis chapter 3. Nyissátok ki Mózes első könyve harmadik fejezeténél. Genesis chapter 3. Mózes első könyve harmadik fejezet. We have already read. Ezt már olvastuk. But now we're going to take a look at some really
incredible things. Most megnézzünk néhány lenyűgöző dolgot. Genesis 3, and I'm reading from verses 1 to 5. Mózes első könyve, a harmadik fejezet, it's also there. 1-től 5. versekig. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, amelyet Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the tree of the garden. És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből ehetünk. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Then the serpent said to the woman, és mondta a kígyó az asszonynak, you will not surely die. Bizony nem haltok meg. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, knowing jónak good. És gonosznak knowing tudói. Good and evil. When we usually talk about the fall of humanity, amikor az emberiség bukásáról beszélünk, usually we focus on the external behavior. Általában a külső viselkedésre fókuszálunk. Well, what was wrong? Hát, mi volt, ami rossz volt? The Bible says they ate of the fruit. A Biblia azt mondja, hogy ettek a gyümölcsből. They were disobedient. Engedetlenek voltak. They behaved wrongly. Rosszul viselkedtek. And they were punished for it. És aztán ezért büntetést kaptak. Do you remember the first category? Emlékeztek az első kategóriára? Those who live after the first group's thinking. Azok, akik az első csoportbeli gondolkodás útján élnek. They say that this story is a perfect illustration. Ők azt mondják, hogy ez a történet egy tökéletes illusztrációja annak. That the basic problem of humanity is at the behavioral level. Hogy az emberiség alapvető problémája a viselkedés szintjén található. So if the problem is behavior. Szóval, hogyha a probléma a viselkedés. What's the solution? Akkor mi a megoldás? Another type of behavior. Egy másik fajta viselkedés. The problem is solved, they say. Azt mondják, hogy akkor a problémát már meg is oldottuk. But is that really so? De ez olyan tényleg igaz? Do we find any previous steps? Találhatunk-e bármilyen megelőző lépést? That are crucial for Adam and Eve choosing to disobey God. Ami különlegesen fontos abban, hogy Ádám és Éva úgy döntött, hogy esz a fáról. The answer is yes. És a válasz az, hogy igen. The fall of humanity can actually be divided into four steps. Az emberiség bukását négy lépésre tudjuk felosztani. The first is. Az első. Misconception of God's character. Tévhit és félreértés Isten jelleméről. We are not even talking about external behavior here. És itt még nem is beszélünk külső viselkedésről. Here we are talking about on the thought level. Itt a gondolatok szintjéről beszélünk. God's character has been misunderstood. Isten jellemét félreértették. Because the serpent is coming with another image of God. Mivel a kígyó egy más istenképpel jött. The serpent is saying God is unreliable. A kígyó azt mondja, hogy Istenben nem lehet megbízni. God is selfish. Isten önző. God is a tyrant who rules alone. Isten egy ilyen diktátor, aki egyedül uralkodik. And in a sense, és valamilyen értelemben, he says God cannot be trusted. Azt mondja, hogy Istenben nem lehet megbízni. Which is the whole great controversy if you think about it. És hogyha csak belegondolunk, erről szól az egész nagy küzdelem. The first step in az the fall of humanity az emberiség bukásában is misconception of God's character. Az Isten jelleméről való félreértés. This leads to ez oda vezet, mistrust and doubt about God. Hogy bizalmatlanság és kétel ébred Isten felé. Because they have misunderstood God. Mivel félre értették Istent. Now they are suspicious about God. Most már gyanakodnak Istenre. Has he really told us the truth? Vajon tényleg az igazat mondta? Is the serpent telling us the truth? A kígyó mondja az igazat? Who can be trusted? Kiben bízhatunk meg? That close, loving relationship. Az a szoros, közeli
szerető kapcsolat, that man enjoyed with God in the Garden of Eden, amit az ember élvezett Istennel az Éden kertjében, it has now been broken, ez most megtört, not because humanity is disobedient, that's future. Nem azért, mert az emberiség engedetlen, az még a jövőben van. But because their conception of who God is, hanem mert az ő felfogásuk arról, hogy kicsoda is Isten, has been changed. Megváltozott. There is a misunderstanding. Ott van egy félreértés. There is a mistrust. Ott van egy bizalmatlanság. And that leads to, és ez hova vezet? Disobedience. Engedetlenséghez. And rebellion. S lázadáshoz. Having misunderstood who God is, mivel félreértették, hogy ki Isten, it has not only led to mistrust and doubt, ez nem csak a bizalmatlansághoz és a kételyhez vezetett, but the logical step, hanem a logikus lépés, is that internal contemplation of misconception of God, az, hogy ez a belső elmélkedés az Istenről való tévhitben, has now led to external behavior and visible disobedience. Ez most már külsőleg is megnyilvánul engedetlen viselkedésben. And that has led to, és ez hova vezetett? Guilt, bűntudathoz, and shame, s szégyenhez. Fascinating. Lenyűgöző. What's the problem of humanity? Mi az emberiség problémája? External behavior? Külső viselkedés? Or is there probably something even deeper? Vagy van-e valami még mélyebben? And that is our misconception of who God is. És ez a mi tévhitünk arról, hogy ki is Isten. You see, their disobedience, az ő engedetlenségük, did not lead to progressive growth as it was promised. Nem vezetett egy javuló növekvéshez, mint ahogyan megígérték nekik. They were now beginning to experience the psychological, emotional and mental guilt and shame over what they had done. Elkezdték megtapasztalni a pszichológiai érzelmi és mentális bűntudatot és szégyent afelől, amit tettek. Here you can find humanity's common experience with shame. Itt lehet meglátni az emberiség közös tapasztalatát a szégyenről. So we could say, hát mondhatjuk, if the fall of humanity, ha az emberiség bukása, began with a misconception of God's character, azzal kezdődött, hogy félreértelmezték Isten jellemét, then the way back to restoration, akkor az út vissza a helyreállításra, the way, the path to healing, a gyógyulás útja, does not begin on obedient behavior, az nem az engedelmes viselkedéssel kezdődik, but through a personal relationship with God, hanem egy személyes kapcsolattal Istennel, a relational perception of who God really is, egy kapcsolati megértése annak, hogy ki is Isten. This tells us, ez elmondja nekünk, the cause of the problem of humanity, az emberiség problémájának az oka, is not necessarily that we are disobedient. Az nem feltétlenül az, hogy engedetlenek vagyunk. The question is, why are we disobedient? A kérdés az, hogy miért vagyunk engedetlenek? The behavior itself, a viselkedés önmagában, shows that the problem is even deeper. Megmutatja, hogy a probléma az mélyebben van. It is for this reason, my friends, s ez az az ok, ami miatt, barátaim, any religion that only focuses on the behavioral level, bármelyik vallás, ami csak a viselkedésre fókuszál, cannot change the dilemma human beings are in. Nem tudja megváltoztatni azt a dilemmát, amelyben az emberek vannak. You have to begin with the thought level. A gondolatok szintjén kell kezdened. And once the thoughts have been reconstructed, és amikor a gondolatok helyreálltak, then the visible behaviors are going to follow automatically. Akkor a látható viselkedés automatikusan követni fogja. My friends, what I have now described here, barátaim, amit itt most leírtam, these two boxes, these two categories, ez a két doboz, ez a két kategória, is what the Bible calls righteousness by works, ezt a Biblia úgy hívja, hogy a cselekedetek általi megigazulás, and righteousness by faith, és a hit általi megigazulás. Most modern people, when they hear these phrases, a legtöbb modern ember, amikor ilyen kifejezéseket hall, righteousness by works,
righteousness by faith. Cselekedetek általi igazzátétel, vagy hit általi igazzátétel. They don't really know how to understand it. Nem igazán tudják, hogy ezt hogy kell megérteni. But once you argue from what I've been trying to do here. De hogyha egyszer onnan kezdesz el érvelni, amit most megpróbáltam tenni. They're probably going to understand what is going on. Lehet, hogy megértik, hogy mi is megy itt. That's why most religions can be put into the first box. Ezért van az, hogy a legtöbb vallást az első dobozba be lehet rakni. Because they believe that they are going to become righteous when they are going to do certain works. Mert úgy gondolják, hogy akkor válnak igazzá, amikor bizonyos cselekedeteket végrehajtanak. But that little box. De az a kicsi doboz. Where true biblical Christianity is to be found. Ahol az igaz bibliai kereszténységet megtaláljuk. Where the healing to the path of healing starts. Ahol a gyógyulás ösvénye elkezdődik. Starts not on the behavioral level. Az nem a viselkedés szintjén kezdődik. But when our trust in God is strengthened. Hanem akkor, amikor a mi bizalmunk Istenben megerősödik. Realizing what beautiful God he is. Felismerve azt, hogy milyen gyönyörű Isten is ő valójában. A God who is love. Egy Isten, aki a szeretet. Ready to save us. Kész arra, hogy megmentsen minket. Ready to heal us. Kész arra, hogy meggyógyítson bennünket. Ready to restore us. Kész from arra, our brokenness. Hogy helyreállítson minket a mi törötségeinkből. And that's what scripture says. És ezt mondja a Szentírás. What is eternal life? Mi az örök élet? That they got to know you. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. The only true God. Az egyedül igaz Isten. And him who he sent, Jesus Christ. És akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Jesus says that eternal life starts and is about relational perception of who God is. Jézus azt mondja, hogy a vallási élet ott kezdődik, amikor megértjük, hogy ki is Isten. Jesus is saying here that a personal relationship with God. Jézus azt mondja, hogy egy személyes kapcsolat Istennel. Starts when our trust in him has been strengthened. Akkor kezdődik el, amikor a bizalmunk benne megerősödik. The false view of him starts to disappear. A hamis gondolatok róla eltűnnek. And God in his light is manifested before our eyes. És Isten az ő világosságában megjelenik a szemeink előtt. God is love. Isten a szeretet. And that's the most famous verse in the whole Bible. És az a leghíresebb igevers az egész Bibliában. John 3:16 and 17. János 3:16-17. For what did God do with the world? Mit tett Isten a világgal? God so loved Isten the world. Isten úgy szerette a világot. That he gave his only begotten son. Hogy az ő egyszülött fiát adta. That if there is anyone who believes in him. Hogyha valaki hisz ő benne. He would not be condemned but be saved forever. El ne vesszen, hanem örök életed legyen. And now it comes. És most jön. God did not send his son to condemn the world. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát, hogy kárhoztassa a világot, vagy elítélje. Hanem, save the world. Hogy megtartassék a világ általa. That's the first category. Ez az első kategória. A God who is love. Egy Isten, aki a szeretet. Is ready to save anybody who is willing arra, to be saved. Kész arra, hogy megmentsen bárkit, aki kész elfogadni az ő üdvösségét. What if God is like Jesus? Mi van akkor, hogyha Isten olyan, mint Jézus? How would that impact your life? Ez hogyan befolyásolja te életedet? If this God exists, hogyha ez az Isten létezik, that we've been speaking about this whole series, amiről az egész sorozatban beszéltünk, is that good news? Ez olyan jó hír. It's the best news possible. Ez a lehető legjobb hír. Remember what Jesus said. Emlékezzetek, hogy Jézus mit mondott. If you have seen me, hogyha engem láttatok, you've seen the Father. Láttátok az Atyát. The mental and psychological walls that we have built up against a the mentális, Creator. A mentális, a pszichológiai falak, amelyeket felépítettünk a Teremtővel szemben. When we see the face of Christ, amikor látjuk Krisztus arcát, these walls break down. Ezek a falak leomlanak. Brick by brick, tégláról téglára, centimeter by centimeter, centiről centire. The truth of the Bible is, a Biblia igazsága az, that God is like Jesus, hogy Isten olyan, mint Jézus, and the path to healing, és az út a gyógyulás felé, starts when we look into the face
of Christ. Akkor kezdődik, amikor Krisztus arcába tekintünk. When we see the life he lived on this planet. Amikor látjuk azt az életet, amit ezen a földön élt. When he died the death of every sinner. Amikor minden bűnösnek a halálát meghalta. And we realize a love of heavenly origin. És észreveszünk egy mennyei eredetű szeretetet. Cross. The Jesus on the cross. Jézus a kereszten. Reveals what has always been in the heart of God. Feltárja, hogy mi volt mindig is ott Isten szívében. The cross did not change the heart, the mind of God about sinners. A kereszt nem változtatta meg Isten elméjét a bűnösökről. The cross has only confirmed how God has looked upon us. A kereszt csak megerősítette, hogy Isten hogyan nézett ránk. Jesus was willing to be lost forever. Jézus kész volt arra, hogy akár örökre elvesszen. Rather to see any one of us be lost. Inkább, minthogy sem bármelyikünket azt látná, hogy elveszünk. So there we are, beholding our Savior on the cross. És itt, amikor szemléljük a mi megváltónkat a kereszten. And there we are, hearing about the cross, maybe the first time. És talán lehet, hogy először hallunk a keresztről. We meet an unimaginable love towards us. Egy elképzelhetetlen szeretettel találkozunk. Which we actually do not deserve. Amit igazából nem érdemlünk meg. Despite our failures. A bukásaink ellenére. Despite our shortcomings. A vétkeink ellenére. Despite our rebellious attitude. A lázadó hozzáállásunk ellenére. By some strange reason to which I have to this day not understood. Valamilyen furcsa oknál fogva, amit még ma sem értek igazán. God is more interested in healing us than to judge us. Isten inkább abban érdekelt, hogy meggyógyítson bennünket, mint hogy elítéljen minket. God is more interested in saving us than to condemn us. Isten jobban érdekelt abban, hogy megmentsen minket, mint hogy elítéljen minket. God is more interested in giving us a second chance. Isten jobban érdekelt abban, hogy egy új esélyt adjon. Than to be lost in the hopelessness of shame. Mint hogy a szégyen reménytelenségében elvesszünk. He wants for each one of us. Azt akarja mindannyiunk számára. Break free from the mental torture of shame. Hogy szabaddá váljunk a szégyen mentális kísértéseiből. And experience everlasting life right now. És hogy az örök életet már most meg tudjuk tapasztalni. My favorite Christian author. A kedvenc keresztény írom. Ellen White. Ellen White. Says it beautifully. Olyan gyönyörűen ír. A szeretet szeretetet ébreszt. Love begets love. A szeretet szeretetet ébreszt. Love begets love. And thus, the love of Christ displayed upon the cross woos and wins the sinner, binds him repenting to the cross, believing and adoring the matchless depth of a Savior's love. A szeretet szeretetet ébreszt. Így Krisztus szeretete a kereszten megnyeri a bűnöst, és a kereszthez vonja őt megbánásra, amint elhiszi és imádja a megváltó szeretetének páratlan mélységét. Beautiful. Gyönyörű. If the cycle of shame is about rejection, hogyha a szégyennek a ciklusa a visszautasításról szól, then the only way to come out of that, akkor az egyetlen módja annak, hogy abból kijöjjünk, is to realize that we are loved, azaz, hogyha felismerjük, hogy minket szeretnek, by the Creator. Minket a Teremtő szeret. What is it that woos and wins the sinner? És mi az, ami húzza és megnyeri a bűnöst? Is it the condemnation of God? Istennek az elítélése? What does the text say? Mit mond a szöveg? The love of Christ upon the cross. Krisztus szeretete a kereszten. Believing and adoring the matchless depth of a Savior's love. Amint elhiszi és imádja a megváltó páratlan szeretetének mélységét. Seeing the love of Christ. Azáltal, hogy látja Krisztus szeretetét. Love begets love. A szeretet
szeretetet szül. Realizing God's love to each one of us produces a love in us towards God. Isten szeretete felénk szeretetet ébreszt bennünk Isten felé. And that love, és ez a szeretet produces trust. Bizalmat hoz. Trust in him who has created us. Bizalmat benne, aki megteremtett minket. And in that process, és ebben a folyamatban, when we see Jesus on the cross for us, amikor látjuk Jézust a kereszten értünk, we realize that the only thing he wants us, észrevesszük, hogy az egyetlen dolog, amit tőlünk vár, is to dare to open up to that love. Hogy merjünk kitárulkozni ez a szeretet előtt. A love which we have been created for. Egy szeretet, amire meglettünk teremtve. And the only way to break free. És az egyetlen dolog, hogy kitörjünk. Is to dare to become open towards God. És szabadakká váljunk az, hogy merünk kitárulkozni Isten előtt. Dare to be vulnerable to God. Merünk sebezhetőekké válni Isten előtt. Not hiding. Nem rejtőzködni. But coming to Jesus. Hanem Jézushoz jönni. You see from this point of view. Látjátok, hogy ebből a szemszögből. Who is the one that takes the first step? Ki az, aki az első lépést teszi? It is God. Isten. God is the one who takes the first step towards us. Isten az, aki az első lépést teszi felénk. And the second. És aztán a másodikat is. We are not doing the one. Nem, mi tesszük meg az első lépést. Because we are hiding. Mert rejtőzködünk. We don't want anything to do with God. Nem akarunk semmit se Istentől. God is the one who is coming to find us. Isten az, aki jön, hogy megkeressen minket. God is the one who first opens his heart to us. Isten az, aki először kitárja a szívét előttünk. Because we do not want to open our hearts Mert to him. Mert mi nem akarjuk előtte kitárni a szívünket. Suddenly the beautiful and awe-inspiring truth emerges. Hirtelen a gyönyörű és ihletett igazság kitárulkozik. The most powerful being in the universe. Az univerzumban a leghatalmasabb lény. Is also the most vulnerable being in the universe. Ő a legsebezhetőbb lény az univerzumban. I want to say that again. Ezt szeretném még egyszer mondani. The most powerful being in the universe. A világegyetemben a leghatalmasabb lény. Is the most vulnerable being in the universe. A legsebezhetőbb lény is a világegyetemben. If God is love, ha Isten a szeretet, he is vulnerable per definition. Ő szükségszerűen sebezhető. And he gets his everlasting heart pierced every time we say no to his invitation. És az ő örökkévaló szíve minden egyes alkalommal megszakad, amikor nemet mondunk neki. And that's why the German philosopher Friedrich Nietzsche could say. És ezért mondta a német filozófus Friedrich Nietzsche. He once said God is dead. Aki egyszer azt mondta, hogy Isten halott. But he also said this. De aztán azt is mondta. God on the cross. Isten a kereszten. Never before had there been anywhere such an audacious inversion. Never anything so terrifying, so challenging and challengeable as this formula. It promised a transvaluation of all ancient values. Isten a kereszten formula azt mondja, soha és sehol nem fordult még elő a megfordítás ehhez hasonló merészsége, valami ehhez a formulához hasonlóan félelmetes, kérdést intéző és kérdéses minden antik érték átértékelését ígérte. It promised a transvaluation of all ancient values. Minden antik érték átértékelését ígérte. What values? Milyen értékeket? The first category. Az első kategóriát. God on the cross. Isten a kereszten. Turns everything upside down. Mindent felfordít. Humanity is not the one who comes to God. God is the one that comes to humanity. Nem az emberiség az, aki Istenhez megy, hanem Isten az, aki az emberiséget megkeresi. With the concept behind, who am I? És a gondolat amögött, hogy ki vagyok. Which is basically the second. Ami igazából ugye a
második doboz volt. Is answered by the question, whose am I? Ezt azzal a kérdéssel lehet megválaszolni, hogy kié vagyok. Whether you like it or not, you cannot add anything extra to your value. Akár tetszik, akár nem, nem tudsz semmilyen extrát hozzáadni a te értékedhez. And there is actually nothing you can do to reduce your value in the eyes of God. És igazából nincs semmi, ami lecsökkenteni a te értékedet Isten szemében. Because the one you belong to, mert az, akihez tartozol, has already determined your value. Már meghatározta a te értékedet. And your value is infinite. És a te értéked végtelen. He has determined your value. A te értékedet meghatározta. And you cannot bargain that price down. És ezt az árat nem tudod lealkudni. So these are the two boxes you and I can choose to live by. Itt van a két doboz, amiközül választhatunk, hogy melyikben éljünk. You can choose to live by the first system, which says, dönthetsz úgy, hogy az első rendszer szerint élsz. God transcends all reality. Ami azt mondja, hogy Isten felett áll minden valóságnak. And so thereby we have to develop certain practices and customs in order to come to God. És ezért bizonyos gyakorlatokat ki kell fejlesztenünk azért, hogy hozzáérjünk. So whether we are talking about Islam, akár iszlámról beszélünk, whether we are talking about Hinduism, hinduizmusról, whether we are talking about any spiritual religion, vagy bármilyen lelki vallásról, that's the first part. Ez az első doboz. But once we read scripture, de amikor olvassuk a Szentírást, and we especially come to the person of Jesus Christ, és odaérünk Jézus Krisztus személyéhez, there's a paradigm shift. Egy paradigmaváltás történik. Because we are hiding. Mert rejtőzködünk. And God is the one, és Isten az, seeks us up, aki jön, hogy megkeressen minket, who talks to us, aki szól hozzánk, and by the love of Christ on the cross, és Krisztus szeretete által a kereszten, woos us back to him, von minket vissza magához. According to the Bible, a Biblia szerint, Jesus would have come to this earth, Jézus akkor is eljött volna erre a világra, if there would have been only one person here, ha csak egy ember lett volna itt. And that person would have been you. És az a személy, te lettél volna. Jesus would still have come if Jézus there would be only one person. Úgy is eljött volna, ha csak egy ember is van. We are told, one soul saved to live throughout the ages of eternity, to praise God and the Lamb, is of more value than millions in money. Egyetlen megmentett ember, aki eljut az örökkévalóságba, hogy magasztalja az Istent és a bárányt, értékesebb, mint a pénzmilliók. Isn't that fascinating? Nem lenyűgöző? I want, as I'm going to read two or three quotes, ahogy két-három idézetet fogok olvasni, put your name there. Tedd a nevedet oda. Put your name there. Tedd oda a nevedet. And see how God looks at you. És lásd meg, hogy Isten hogyan néz téged. I'm going to read the yellow one. One soul is worth more than all the gold and silver that could be heaped upon the earth. Egyetlen lélek többet ér, mint az összes a földre halmozható ezüst és arany. That's how God looks at you. Így néz Isten rád. That is your value. Ez a te értéked. One soul for whom Christ has died is worth more than the whole world. Egy lélek, akiért Krisztus meghalt, többet ér, mint az egész világ. One soul saved in the kingdom of God is worth more than 10,000 worlds. Like egy lélek, aki üdvözül Isten országába, többet ér, mint 10,000 ilyen világ. And my favorite? És a kedvencem? One soul is of infinite value. Egy léleknek végtelen értéke van. What's your value? Mi a te értéked? God has determined that it is infinite. Isten meghatározta, hogy ez végtelen. By creation, a teremtés által, and by redemption, és a megváltás által. Whose am I?
kié vagyok. I belong to the King of the Universe. Az univerzum királyához tartozom. Whose are you? Kié vagy te? You belong to the living God. Az élő Istenhez tartozom. Who has put infinite value on you. Aki végtelen értéket helyezett beléd. God's love can break you from the evil cycle of shame. Isten szeretete tud téged kimenteni a szégyen ördögi köréből. And give you a life of abundance already now. És egy bővölködő életet tud adni már most. But there's a condition for it. De van egy feltétele ennek. Dare to open yourself up to God. Merd magadat kinyitni Isten előtt. Because he has already opened up his heart to you. Mert ő már kitárta az ő szívét te előtted. He stands with open arms to embrace you. Ott áll kitárt karokkal, hogy megöleljen. I want to say to each one of us in this tent. Szeretném mondani mindannyiunknak ebben a sátorban. Dare to come to Jesus. Merjetek oda menni Jézushoz. Dare to open up. Merjetek to him. Kitárulkozni ő előtte. He loves you. Ő szeret titeket. He wants to heal you. Szeretne titeket meggyógyítani. He wants you to come out of everything, of the mental torture, of shame. És szeretné, hogyha ki tudnátok jönni a szégyen mentális tortúrájából. The path to healing. Az út a gyógyulásra. Starts in realizing the character of God. Ott kezdődik, hogy észrevesszük Isten jellemét. In light of the person of Jesus Christ. Jézus Krisztus személyében. His life. Az ő életében. And his death on the cross for us. És az ő halálában a kereszten. I would like to give you the opportunity to respond to the message you have heard. Szeretném megadni nektek a lehetőséget, hogy válaszoljatok erre az üzenetre, amit hallottatok. And I'm going to do as we have done it before. És úgy tesszük, ahogy eddig is tettük. I'm not going to call you. Nem fogok titeket előre hívni. Just there you are. Csak ott, ahol vagy. You and God. Te és Isten. I want you to remain sitting. Szeretném, hogyha ülve maradnátok. As we are ending our presentation. Ahogy most befejezzük az előadást. But based upon what you have heard. Az alapján, amit hallottál. And what the Holy Spirit has convicted you of. És amiről a Szentlélek téged meggyőzött. Probably you have heard the calling of God for a long time. Talán már régóta hallod Isten hívását. Probably you are hearing the knocking of Jesus on your heart. Talán hallod, ahogy Jézus kopogtat a szíveden. And he says, open your heart to me. És azt mondja, hogy tárd ki a szívedet nekem. I want to live there. Szeretnék ott élni. I want to be with you. Szeretnék veled lenni. I want to give you eternal life already here and now. Szeretnék neked örök életet adni már most és itt. I want to ask you to Szeretnélek megkérni, to the calling of Jesus. Hogy válaszolj Jézus hívására. And say, Lord, és mondd, hogy Uram, here I am. Itt vagyok. You see my heart. Látod a szívemet. You see all the things I have gone through. Látod mindazt a dolgot, amin átmentem. But I realized that where sin abounds. De észrevettem, hogy ahol sok a bűn. Grace abounds even more. A kegyelem még inkább bővölködik. God's grace to each one of us given. Isten kegyelme mindannyiunk számára megadatott. On the path to healing. A gyógyulás útjára. I want to give you a couple of seconds. Szeretnék open up yourself to God. Egy kis időt adni nektek, hogy kitárulkozzatok Isten előtt. And say, Lord, és azt mondjátok, here I am. Uram, itt vagyok. Come into my life. Jöjj be az életembe.